Sziasztok! Kedves nézők, itt a háttér előtt ülünk ketten a vendégemmel, és megkérdezzük őt, hogy mit szokott elfelejteni. Hello, sziasztok! Szóval, Ildikó, miért is vagy te itt? Hát, több okból is. Például megcsináltam az én riportfilmet Attilával, és most segítek Ottónak riportfilmet készíteni. És mit gondolsz, hogy meg tudsz birkózni ezzel a nehéz feladattal? És a figyelekítés vagyok. Igen? És mit gondolsz, mik azok az akadályok, amik mégis közbe jöhetnek a feladat végrehajtása során? Hát az, hogy mindjárt el kell menjek meg angol órára, messze lakik ott a központról, ezért jó hamar el kell menjek. Vagyis, hogy tiszteletet csinálok. És miért fontos neked, hogy angol órára menjél? Nem, nem tudtam 12 évet angolt, most kezdtem el. Nem akarok megbukni. Csak ezért, vagy úgy érzed, hogy ez... Nem, csak ezért, csak ezért. Csak hogy ne bukjál meg. Igen. Nem szeretnél megtanulni angolul is, az angol fiatal emberekkel is tudja értekezni, meg ilyesmi? Amit nem gondoltam erre, elkezdtem. Vizsgát tegyem le, amit ott lesz az ilyet. És milyen más idegen nyelveket tudsz? Hát a németet tanultam csak. Milyen volt, amikor elhagytad a társadalmat? Kicsit úgy beszélsz el. Hát az úgy volt, hogy mentem Miamihez, feltem a buszra, és mikor leszálltam a boltban a táska. És miért szálltál le a buszról? Megértél, hogy jön a kontroll, vagy amúgy is jött az állomás? Hát azt hittem, hogy az állomás, de különben mégses. Összetévesztettem a megállókat. Mi volt a táskában? Benne volt bulletinem, kulcsom, 150 lejjel. És szemszerúzom. Szerinted feledékeny vagyok?